Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Reggeli áhítatunk kezdetén a 167. dicséretet énekeljük, 167. éneket minden versszakával. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya ölel is, hogy mindig mondja rá, a sok jót melje áll, ki sem mondhatja szám. Dús kincséből az Úr jó végességet adjon, hogy szívünkben a kert végésben is maradjon. Ne hagyja híveit, hú bajban sohasem. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a reggelt, és ezt az újabb hetet, amivel megajándékoztál minket. A testünk egyre nagyobb bezártságban van, de a lelkünk mégis szabad. Hozzád emelkedünk ezért most is lélekben, hálával megköszönjük azt, amink van, és megköszönjük azt is, amit most akarsz nekünk adni. A Szentlélek által formálj bennünket úgy, hogy készek legyünk elfogadni azt az ajándékot és azokat az áldásokat, amelyek az ige szaván keresztül hozzánk érkeznek most. Engedd, hogy megértsük és megcselekedjük azt, ami a te akaratod, hogy jól tudjunk szólni, hogy jó tetteket hajtsunk végre, jó döntéseket hozzunk, és neked tetszően élhessünk. Jézus Krisztus nevében könyörgünk, hallgass meg imádságunkat, és áld meg áhítatunkat. Amen. Március hónap utolsó hétfőjén még egyszer a Golgotához megyünk, és most János evangéliuma 19. részéből a 28., 29. és 30. verseket hallgathatjuk meg eképpen. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Amen. Elvégeztetett. Milyen különös ez a kifejezés. Egy szó, amit igazából a hétköznapi nyelvben soha nem szoktunk használni. Viszont egy haldoklónak a szájába teljesen beleillik. Elvégeztetett. Valami olyasmit jelenthet, hogy vége van.
Ha így nézzük, akkor ez egy nagyon szomorú, sötét, sőt, tragikus felkiáltás. Itt van a vége az életnek. Mint amikor egy jó filmnek a végén feljönnek a feliratok, és az ember azt mondja, de kár, hogy vége van, még folytatódhatott volna egy kicsit. A régi filmeknek az utolsó filmkockáin még ki is írták ezt a szót, hogy vége, vagy az adott filmnek a nyelvén. Vége van, ne várjatok többet. Tessék felállni, kikapcsolni a televíziót, hazamenni a moziból. Tényleg vége van. Így érezhettek a tanítványok is, akik ott voltak Jézus keresztjénél, vagy gyáva módon már sokkal hamarabb elhagyták őt, és elrejtőztek valahová. Vége van ennek a gyönyörű időszaknak, amit Jézussal töltöttünk. Vége van az álomnak. Ő mégsem a megígért messiás, mégsem a király. Olvassuk a Bibliában, hogy ketten közülük szomorúan bandukoltak hazafelé az úton, és közben arról beszélgettek, hogy milyen csalódottak, pedig ők azt hitték, hogy Jézus egészen más karriert, egészen más életpályát fog befutni. De ha jobban belegondolunk ebbe a szóba, hogy elvégeztetett, Jézus szájába sehogy sem illik bele ez a keserű szó. Hiszen lehet, hogy a tanítványok, az őt gúnyoló sokasság, akik ott voltak a kereszt alatt, elfelejtették, vagy nem is tudták, de ő pontosan tudta élete minden percében, hogy az a kereszt számára nem lesz a vég. Arról beszélt sok-sok alkalommal a tanítványainak, hogy bár meghal, de harmadnapra fel fog támadni a halottak közül, tudta azt, hogy eljön a halála, és azt is tudta, hogy van folytatás is a halál után. Nézzük csak meg még egyszer most így ezt a kifejezést. Elvégeztetett. Nem csak az van benne ebben a szóban, hogy vége van, hanem az is, hogy valaki valamit teljesen elvégzett. Vagyis elkészült valamivel. Szinte jelentést tesz az atyának ez a szó. Kész vagyok vele. A feladat végrehajtva. És ez így már egyáltalán nem egy szomorú szó, sőt, inkább egy örömteli felkiáltás. Készen vagyok. Elkészülni mindig nagy örömöt jelent. Ugye te is tudod, kedves Jóka és diák, egy hosszú, fárasztó, online tanulással telt nap végén, amikor a feladataid listájára ránézel, és azt látod, hogy minden feladat ki van pipálva, vagy le van húzva, esetleg ki van x-elve, azt mondod jó szájízzel, hogy készen van, elvégeztetett. Amikor megleped a munkából hazaérkező édesanyádat azzal, hogy kérés nélkül elmosogatsz, amikor az utolsó tiszta tányért teszed a szárítóra, milyen érzés kimondani, készen van a meglepetés. Ez is elvégeztetett, ez a házi munka is megvan. Amikor a felnőttek elvégzik a rájuk bízott feladatokat, jóleső érzéssel pihennek meg, és ráadásul még fizetést is kapnak azért, amivel készen lettek, és elmondhatják, hogy készen vannak valamivel, de tudjuk azt is, hogy aki elvégzi az iskolát, az magasabb fokozaton folytathatja a tanulmányait, mert valamit elvégzett, de van folytatás. Aki pedig elvégzi a konfirmációs felkészítőt, nem tudjuk, hogy milyen formában fogjuk majd elvégezni a mostani nyolcadikosokkal, de egy biztos, amint készen vagyunk, áldást fognak kapni, befogadják őket a gyülekezet közösségébe a felnőtt tagok, teljes jogú egyháztagként, és biztos, hogy van folytatás. Mert valami elvégeztetett, valami készen van, annak akkor van értelme, hogyha nincsen vég, hogyha ez még nem a vége a dolgoknak. Az, hogy elvégeztetett, tehát azt jelenti, a küldetés teljesítve van. És hogyha így nézzük Jézusnak a felkiáltását ott a kereszten, a halál a pillanatában, akkor az egy győzelmes felkiáltás kell, hogy legyen. De mit végzett el ott és akkor?
magára vállalta a bűneinknek a büntetését, meghalt helyettünk, és megszerezte számunkra az örök életet. Helyettünk, miattunk és értünk szenvedett, és ez a szenvedés itt elvégeztetett. Egy héttel ezelőtt arra jutottunk, kedves testvéreim, hogy a kereszt a bizonyíték arra, hogy Isten mindig velünk van. És köszönöm azt a sok rajzot, amit küldtetek, amivel kifejeztétek magatoknak, családotoknak, barátaitoknak is, hogy ez számotokra is egy nagyon fontos igazság és valóság az életetekben. De ma a kereszt emellett egy újabb jelentést kap. A kereszt emlékeztet bennünket arra, hogy Krisztus elvégezte azt, amit mi nem tudtunk volna megtenni, a legfontosabbat az életünkben. Hogy megszabadította bűneinktől, és ezt már akkor megtette, amikor még nem is tudtunk bűnöket elkövetni, sőt, még csak meg sem születtünk. Így hát, kedves barátom, amikor bármikor listát készítesz a napi teendőidről, vagy a heti teendőidről, és alig várod már, hogy kipipáld az összes bejegyzésedet, a lista tetejére írd oda bátran, hogy örök élet, és tegyél utána pipa helyett egy keresztet, annak a jelét, hogy elvégeztetett. Mielőtt bármit is tennél ma, vagy holnap, vagy ezen a napon, mielőtt bármelyik feladatot elővennéd, hogy megoldjad, mielőtt belegondolnál, hogy mivel szeretnél készen lenni ma, adj hálát azért, hogy a legfontosabb feladatot Isten elvégezte már. Ma ezt megtehetjük együtt is. Holnap talán egyedül kell majd megtenned. De mondd el őszintén neki, Istenem, köszönöm, hogy kész vagy, köszönöm, hogy elkészültél, és köszönöm, hogy elkészítetted nekem is az örök élet ajándékát. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy kész vagy, hogy elkészültél, hogy elkészítetted nekünk is az örök élet ajándékát. Köszönjük, hogy egyszülött fiadat adtad azért, hogy ő meghaljon helyettünk. Köszönjük, hogy benne azt is megmutattad, hogy aki hisz benned, annak a halál nem jelenti a végét az életnek. Szomorú szívvel és őszintén mondjuk el, hogy mi sokszor visszaélünk ezzel a nagy ajándékkal. Nem elkészülünk, hanem kikészülünk, és olyat teszünk, amit nem kellene. Bánjuk ezeket a bűnöket, és jó tudni, hogy te ezeket is megbocsátottad a kereszten. Istenünk, annyi mindent elkészítettél nekünk. Taníts úgy élni a napjainkat, hogy ezt soha ne felejtsük el. Sőt, a te keresztedhez méltó életet éljünk. Hiszen szent fiad ott a halálával szolgált nekünk. Mi szeretnénk a magunk módján, a magunk felnőtt vagy gyermek életével, az élettel szolgálni neked. Jézus Krisztusért kérünk, készítsd el ennek lehetőségét. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Áhítatunk végén énekeljük azt a dicséretet, amit többször is énekeltünk ebben a hónapban a Golgotához kapcsolódóan.
a 230. ének, mind az 5 versét, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Szent keresztje, elmúlás és rom.